Kívülbelül megújult a Német Nemzetiségi Ház Mohácson. Először 25,5 millió forint támogatást nyert a helyi német önkormányzat egy top pályázaton, majd további összesen 33 millió forintos pályázati segítséggel és önerőből valósulhatott meg a projekt. Az épület energetikai szempontból nem felelt meg a kor követelményeinek, ezért az összes nyílászárót kicserélték, a ház kapott egy külső hőszigetelést, megszépült az épület utcafronti része is, valamint a kaput lefestették és a padlásfödémet is leszigetelték. A régi kazánokat, csöveket és fűtőtesteket újakra cserélték. Az energetikai fejlesztésen túl a teljes villamos energiahálózat felújítása is megvalósult. Ezen kívül a régi linoleum padlót több helyiségben új hideg vagy meleg burkolatra cserélték. 2021 őszén az épület vizesedő folyosóját falátvágásos technológiával vízszigetelték. Közben megkezdődött a német ház berendezése, ami így a sok nemzetiségű Mohács egyik gyöngyszemévé vált. Van egyrészt, ahol most vagyunk, ez a Schwab szoba, ez egy kiállító tér jelleggel. Az évek alatt összegyűlt használati, egykori használati tárgyak, illetve viseletek, bútorok kerülnek itt bemutatásra. Aztán van egy konyhánk, amiben látványfőzéseket tudunk előadni, illetve hát, hogyha vannak rendezvényeink, akkor főző konyhaként tud funkcionálni. Emellett van egy rendezvénytermünk, tehát szekcionálható, két részre lehet osztani, egy kis terem, illetve egy nagy terem, illetve egybe is tud működni. Valamint van egy könyvtárunk is az épületen belül, német, nyilván német nemzetiségű kiadványok, könyvek szerepelnek ott, és kölcsönözhetőek is természetesen. A helyi németséghez, illetve az általánosságban a németséghez kötődő különféle interaktív játékok, feladatok vannak itt a házon belül kialakítva. Amikor érkeznek hozzánk csoportok, illetve hát a helyi iskolákból, óvodákból is rendszeresen járnak ide hozzánk, akkor ők ezeket a feladatokat tudják oldani, illetve ebben a játékokban részt tudnak venni. Tehát különböző kis állomások vannak kialakítva itt az épületen belül is. A berendezési tárgyak egy kicsit szűk keresztmetszet, mert lassan kezdünk megtelleni, de a kiállításokat, illetve az interaktív játékokat szeretnénk bővíteni, és fontos, hogy minél interaktívabb módon tudjuk ezeket megvalósítani, mert hát ugye akkor követelményeinek szeretnénk megfelelni, minél érdekesebb valami, minél interaktívabb, ugye annál jobban meg tudja fogni a gyerekeket különösen, de a felnőtteket is azt hiszem. Kint Schwab udvart és gyógynövénykertet találunk. Itt az udvarban mögöttem ez a féltető, amit itt láthatunk, ez alatt a kiállítási tárgyaink kerülnek bemutatásra. A régi paraszti gazdasághoz kapcsolódó eszközök találhatók itt meg nagy számban. Mezőgazdaság, ipar, tehát mindenféle egykori mesterségnek az eszközei szinte megtalálhatóak itt. Amit fontos megjegyezni, hogy a felújítás keretében itt az udvarban is történtek azért fejlesztések. Itt ez a térkőburkolat is ennek a projektnek a keretében került kialakításra, illetve a féltető korábban hát ilyen beázási problémákkal küzdött, ezeket is sikerült elhárítanunk, illetve a féltetőnek a méretét is meg kellett, hogy növeljük némileg, mert már annyi kiállítási tárgyunk, annyi eszközünk gyűlt össze itt az évek alatt, hogy muszáj volt a bővítést megvalósítanunk, hogy méltó körülmények között tudjuk bemutatni ezeket az eszközöket. Az összesen több mint 40 millió forintból megújult német nemzetiségi ház, régi nevén Schneiderház, az egykori Deutsche Gasse, ma Kossuth Lajos utca fontos épülete. A Mohácsi Németség központja a közelmúltban átadott nemzetiségi tanösvény utolsó állomása is egyben. A beruházáshoz szükséges forrás nagy részét a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT biztosította.